Sipos Sándor gyerekkorának meghatározó élménye volt a farkaslaki szülőházból a Marosvásárhelyre való költözés. Egy olyan családban nőtt fel, ahol elmondása szerint a tanítói hivatás nem csak mesterség volt, hanem egy küldetés, amely az emberek haladását, felemelkedését szolgálta. A környezetem, a szűkebb környezetem az farkaslaka, tehát a családunk onnan származik, apai, anyai ágon, de én elkerültem már korán Vásárhelyre, 4-5 éves koromban, tehát a család átköltözött ide, de a vakációimat ott töltöttem, úgyhogy nagyon kedves hely nekem az ott. Úgy látszik, későn érő típus vagyok, mondja Sándor, aki azzal indokolja kijelentését, hogy saját stílusa az elmúlt években kezdett kialakulni, annak ellenére, hogy kisgyerek óta szerves részét képezi életének az alkotás. Ez így nagy szó, hogy az lesz az életem, de az életem egy része az biztos, elég jelentős része már egy jó ideje. Hát talán az, hogy nem tudtam letérni erről az útról, annak ellenére, hogy kísértések mindig voltak, és de valahogy az alkotásról, a megjelenítésről nem tudtam letérni. Sándor alkotói útja az anatómiai tanulmányrajzoktól indult, majd a dekoratív és szimbolikus emberábrázolást helyezte előtérbe. Az ember szimbólummá vált számára, amelynek mozdulatai és cselekedetei mélyebb jelentést hordoznak. Közben a montreali embereknek és környezetnek a hatására egyre inkább elmélyült az amerikai őslakosok szenvedésének borzalmaiban. Mély empátiája nyitotta meg számára a művészetét meghatározó harmadik nézőpontot, a szociális dimenziót. Ez az emberi sorsok iránti együttérzéssel gazdagított művészet, és még sok más irányzat is hatással voltak a festő munkásságára. Mindenképpen az absztrakció, maga az absztrakt művészet, a Bauhaus, mint irányzat, mint szellemi irányzat. A francia művészetben pedig az impressionizmus, a szimbolizmus, akkor a preraffaeliták, az orientalisták, hát több irányzat művészet történetileg is hatott rám, és így érdekel, próbáltam megérteni a mélyebb rétegeit. Művészetének átfogó képét nyújtja az a gazdag tárlat, amely augusztusban nyílt meg a budapesti E-galériában. A tárlat szemléletesen jeleníti meg művészetének mindhárom dimenzióját. Átfogó képet ad festészetének alakulásáról, arról, hogy hogyan tükrözik alkotásai az emberi tapasztalatok széles spektrumát. Hát ezt úgy raktam össze, hogy mind a három dimenzióból vagy részből válogattam néhány munkát. Tehát a figuratív, az indulás rész, a szociális dimenzió és az absztrakt munkák az absztrakt dimenzióból is. Sipos Sándor vallja, a művészek feladata, hogy hozzájáruljanak a társadalom szellemi életéhez, és visszaállítsák a művészet régi fényét. Meggyőződése, hogy a fiatal művészek sikeressége azon múlik, mennyire képesek társadalmi problémákat felvetni és kapcsolódni a társadalmi jelenségekhez. A művészetnek, a képzőművészetnek és mondjuk az irodalomnak és színháznak az lenne a hivatása, vagy hogy visszaszerezni a régi fényességét, vagy tehát tulajdonképpen, hogy bele tudjon szólni, valamennyire befolyásolni tudja a társadalmi mozgásokat és problématikákat tudjon felvetni. Fontos módon, mert rengeteg újabbnál újabb probléma merül fel ebben a posztmodern világban, és ezekre kéne rákérdezni, érdemlegesen. Tehát én szerintem ez lenne az első célú hivatása a művészetnek. És aztán a siker, hát az vagy jön, vagy nem jön, az egy arbitrér, az egy viszonylagos dolog.